A bálteszék és fábok életében kiemelkedő fontossággal bír a bál. Olyan társadalmi esemény ez, ahol a szórakozás mellett fontos a jövőt érintő kérdéseket is megvitathatnak. A kisebbségi és a többségi önkormányzat együttműködése kiemelkedően jó, mondja Séfer István elnök. A helyi önkormányzattól minden támogatást megkapunk, úgy a épületbe segítséget kaptunk, klubhelyiségben, úgy anyagi támogatásba. Éves szinten olyan 500 ezer forint támogatást kapunk, amivel egyrészt a fúvószenekart tudjuk támogatni, másik felével pedig a Német Egyesületet. Rengeteg programmal tudjuk támogatni a várost, a Pünkösdi Fesztiváltól a Disznótorosig, a Schwabbáltól kezdve, tehát rengeteg programban tudunk részt venni és hathatósan együttműködni az önkormányzattal. Szeretnénk mi ezt az együttműködést tovább folytatni, és tehát gyakorlatilag ugyanezt a célokat tovább vinni. Aki szimpatizál a nemzetiséggel, aki még egy picit bálteszék és vábnak érzi magát, együtt ünnepelt. A bál az ünneplésen kívül a jótékonyságnak és a hagyomány tovább éltetésének is szólt. Jótékonysági, hiszen téglajegyet árusítunk, most kezdjük a téglajegy árusítását. Szeretnénk egy német nemzetiségi házat vásárolni az Egyesület számára, ahol az Egyesület hétköznapjait, az Egyesület rendezvényeit élhetjük, ahova használati tárgyainkat menekíthetjük, nyári táborokat szervezhetünk a gyerekeknek, és a mindennapjainkat élhetjük gyakorlatilag ebben a házban. Én abban bízom, hogy mindenképpen mélyíti a származástudatot, az identitástudatot, és szándékaim és reményeim szerint ez egy új közösségi tere lehet a németségnek. A Magyarországi Német Nemzetiségi Országos Önkormányzatnál nyertünk egy pályázatot a BMI támogatásával, tehát a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumnál 6000 euróval támogatták a tanösvény pályázatunkat. Ez a tanösvény 8 állomásból fog állni, és a közeljövőben reményeink szerint átadásra is kerül. A tanösvényünknek két mentora van, Dr. Gerner Éva és Dr. Gerner Zsuzsanna, akik Bálteszékváros szülöttei, és hát ők segítenek ebben a munkában, a szakmai részében. Nem sztereotípiákról, hanem magáról a településekről szól, mint például a Mária tisztelet, a szódavíz készítők. Bálteszéken nagyon-nagyon érdekes és izgalmas volt az, hogy három szódásunk volt, minden szódásnak saját színű üvege volt. Tehát egy Hofmeister szódás kék üveggel bírt, a Ritter szódás zölddel, Köller szódás fehér üvegekkel. Tehát az utcán valaki vitt a kezébe szódás üveget, tudni lehetett, hogy kihez jár. Ez egy izgalmas állomás lesz. Aztán nagyon izgalmas a sváb köművesek, sváb ácsok, munkások élete Törökországban. Kemal Atatürkkel nagyon jó viszonyt ápoltak. Volt olyan esztendő, hogy 600 német nemzetiségű köműves volt Isztambulban, Ankarában, és ők télen jöttek csak haza, tehát a nyaraikat ott töltötték. Nagyon sokan vannak még ma is köztünk, akik ottkint születtek. Szerelmek szövődtek kint Törökországban. Ez egy nagyon izgalmas történet az egyesületi életről, hiszen Bálteszéken nagyon jelentős volt mindig is az egyesületi élet, rengeteg egyesület volt, de talán az egyik legérdekesebb, ami csak a településre volt jellemző, egy bürger védegylet, kvázi egy polgárőrséget megelőző egylet. Ez egy nagyon-nagyon szép uniformosabb bíró egyesület volt. Jenes Zsuzsanna tiszteletbeni konzul is hazalátogatott a várra. A Pécsi Egyetem német kanszékének vezetője azt mondja, nagyon fontos, hogy oktatási szinten is jelen legyen a hagyományok őrzése és a nyelvápolás. Sajnos a magyarországi kisebbségek és így a magyarországi németek is olyan mértékben asszimilálódtak nyelvileg és a kultúrájuk őrzésében is, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit ma már a családokban nem örökítenek tovább. És ennél fogva az oktatásnak óriási a felelőssége, azt gondolom. Nem annyira az egyetemi oktatásnak, sokkal lejjebb kell ezt kezdeni, tehát azt gondolom, hogy a köznevelésben, az óvodában, az iskolában óriási lehetőségek rejlenek, ami a nyelv átörökítését illeti, és hát ami a hagyományok átörökítését is. A mi felelősségünk az egyetemen az, és ezt a Pécsi Egyetem elég jól képviseli,
hogy nem csak németet idegen nyelvként oktatunk a hallgatóinknak, hanem németet kisebbségi nyelvként is lehet nálunk tanulni. És ez tulajdonképpen annyiban különbözik az idegen nyelvszaktól, hogy aki német nemzetiségi nyelvet választ az egyetemen, az az egyetemi kurzusok keretében is megismerkedik a magyarországi németek történetével, magyarországi németek népi kultúrájával, a dialektusokkal, a nyelvhasználat kérdéseivel, a nyelv és az identitás összefüggéseivel, és ilyen tartalmakkal, és azt gondolom, hogy hát ezzel mindenképpen segíteni lehet azt, ami egyébként korábban, mondjuk az én generációmban még a családban jobban működött. A Gernert testvérek a tanúsvényprogram legfőbb támogatói. Éva az Unzerbülcsi műsor főszerkesztőjeként a közelmúltban kapta meg a legmagasabb magyarországi német kitüntetést. Ez az Ehrennadling Gold, tehát ez az arany kitűző, aranydísztű, vagy nem is tudom, minek fordítják, németül ez olyan szépen szól, hogy Ehrennadling Gold, és hát az idén én voltam az egyik, aki ezt megkapta. De most egy kicsit muszáj, szóval ez valószínűleg ez ilyen egyszer adódik az ember életében. Nagyon-nagyon meg voltam hatva, és nagyon-nagyon meghatott az, nem tudom, hogy tudja-e ez a televízió, de engem a magyarországi németek Tolna megyei önkormányzata és a Tolna megyei német önkormányzatok szövetsége terjesztett föl. És nem Baranya megye, ahol most már régóta a hazám az Bátaszék, ugye 11 évet töltöttem itt voltam gyerek, de most már az életem nagyobb részét ott töltöttem egy másik megyében, és a Tolna megyeiek terjesztettek föl, és mindenki, aki a szavazatát adhatta ehhez, egyhangulag azt mondta, hogy megérdemli, és neki adjuk. És ez nagyon nagy szó. Véletlenek úgy hozták, hogy már 35 évvel ezelőtt, képzeld el, az volt 1984-ben. Akkor a Magyar Televízió akkori pécsi körzeti stúdiójához kerültem, és ott a német nemzetiségi műsorhoz, és azóta ott vagyok. Hát így hozta az élet. Ez most már kivéthetetlen. A magyarországi németségnek az önazonossághoz nagyon-nagyon nagyban hozzájárulnak a rádióműsoraink, ugye napi 2 óra rádiót szolgáltatunk minden nap, 10-től délig, és heti rendszerességgel jelentkezik a tévéműsor, az Unzerbildschirm, a magyarországi németek műsora, minden nemzetiségnek van egyébként műsora, hát én most a németről beszélek, ugye az az enyém, és egyfelől azt gondolom, hogy óriási igény van rá, tehát az emberek szeretik nézni a szűkebb közösségüket. Szeretnek ezeken a témákon és műsorokon keresztül saját magukra találni, beazonosítani magukat. És ha valamit csinálnak, mondjuk most itt egy svábbált, vagy szerveznek egy nemzetiségi napot, vagy bármit, akkor szeretik odahívni a tévét, a rádiót, szeretik megmutatni másoknak is, hogy milyen nemzetiségi programjaik vannak, hogy ők ezt hogy élik meg a saját kisebb közösségükben, és én úgy érzem, hogy ezek a témák, ezek az emberek, a nyelv jelenléte, bizony erősíti az identitást, abszolút hozzájárul ahhoz. Az, hogy jelt adunk, hogy ja, hát nem csak én vagyok sváb, hanem ők is, meg akiket most látok, meg hallok a rádióban, hát azok is. És ugye a nyelvvesztés nagyon nagy százalékos, abban is nagyon fontos szerepe van szerintem a nemzetiségi médiának, hogy legalább hallják azt a nyelvet, amit sok generáció már elveszített, ugye a németek esetében ez sajnos abszolút igaz. Most próbáljuk visszatanítani őket.